A Melódiák iskola szövetkezet idén is várja a dolgozni akaró fiatalokat, azonban életbe lépett egy új jogszabály, miszerint a 25 év alattiak SZIA-mentességet élveznek. Ezért a cég által megkérdezett több ezer diák munkavállaló készsége jelentősen megnövekedett. Ehhez még a pandémia befejeződése is hozzájárul. Munka pedig van bőven, mondja Keserű Dénes, a Melódiák iskola szövetkezet pécsi kirendeltség vezetője. Itt az első negyed évben már jelentősen nőtt a diákregisztrációk száma. Ilyenkor nyáron ugye természetesen mindig egy nagyobb felfutás van és egy nagyobb sláger. Szokásosan a nyári standard munkáink, ugye, amelyek ugye a strandok, ugye a strandokban lévő egységek, illetve úszómesteri, csúszdaőri feladatok ellátása, ugye ezek, amik ugye a diákok részére első körben preferált. Viszont ugyanúgy a standard munkáik is természetesen megmaradtak, tehát az áruházi, tehát árufeltöltői munkák, illetve gyorséttermi feladatok ellátása. Ezen kívül a mezőgazdaságban a kukorica címerezés, a zöldség, gyümölcs szedés továbbra is kellendő munka a diákok körében. Idén is több száz hektáron gazdálkodhatnak majd. Elhelyezkedhetnek továbbá a feldolgozóiparban is, vállalhatnak pénztárosi munkát is. Jelentős logisztikai munka, irodai feladatok is várják a diákokat. A szakmai munkák irányába is erős az érdeklődés, mondja a kirendeltségvezető. Jobb már a baranyai multinacionális vállalatoknál. Itt az egyetemmel ugye egy együttműködésünk is van ezzel kapcsolatban, ahol ugye már a diákok szinte az utolsó évükben, vagy az utolsó végzős évükben ugye már ezeknél a multicégeknél elhelyezkednek, és ugye egy ilyen karrierutat tudnak bejárni. Mi magunk is egyébként, tehát ebbe a szakmában, tehát a HR szakmán belül is mi is fogadunk szeretettel diákokat, melyből mi is hát olyan értéket kívánunk teremteni, hogy ugye a saját dolgozói állományunkat tudjuk akár vagy részmunkaidőbe, vagy teljes munkaidőbe kiegészíteni. A Melódiák később ezeket a diákokat véglegesen is tudja majd foglalkoztatni. Nyára 16 éves kortól várják a fiatalokat napi 8 órás munkavégzésre. Nyilván van esetleg olyan eltérés itt a nyári szezonalitásban, ahol már a 18 év fölötti diákokra ugye kicsivel más szabályok vonatkoznak, a 18 év alattiaknál ott maximum ugye a 8 órás munkavégzés lehet ugye megfelelő szünetek betartásával. A Melódiák iskola szövetkezet a jelentkezést már elindította, május elején kezdték a szezonális munkákkal, folyamatosan várják a regisztrációt a fiataloktól, teszi hozzá Keserű Dénes. Folyamatosan indulnak a képzések május vége, június elején, és hát maga a munkák azért jobbára az iskola befejezését követően kezdődnek, tehát itt a június 16-ai héttel fog nagy valószínűséggel sok minden elindulni. Most már egy-két ilyen strand, már ilyen rész feladatokkal ugye elindul. Hát sajnos ugye idei évben sem tudott ugye Orfű kinyitni, ami számunkra ugye egy fontos partner volt az előző években, de hát vélhetően ez még így a következő években nem fog megvalósulni, viszont hát mind Mohácson, mind Harkányban is kapnak lehetőséget a diákok, illetve egyéb kisebb strandokon. A nyári szezonban 1000 fő fölé ér az aktív diákok száma, akiknek munkát is tudnak adni. Nagyon sok partnerrel dolgozunk itt Baranyában, tehát nagyjából az állás fogy a foglalkoztatók száma is, ugye mondjuk úgy, hogy 100 fölötti, de ha a maga Melódiák hálózatot most ugye nem csak Baranyára terjesztjük ki, hanem regionális szinten, akkor hát természetesen ugye a balatoni munkákat sem hagyhatom ki ebből. Ugye a balatoni szezon kezdéskor itt már azért jelentős összdiák létszámról van szó. Baranya, Somogy, Tolna, Zala, Bács-Kiskun és Fejér megye déli részében ad munkát a diákoknak a pécsi kirendeltség, teszi hozzá Keserű Dénes, a Melódiák iskola szövetkezet pécsi vezetője.